Köszöntöm Önöket! Rendkívüli híreinket látják. A kormány 3 perc ezelőtt hirdetett veszélyhelyzetet, miután hirtelen egyre emelkedett világszerte az éves UFO észlelések száma. Mivel tudományosan bizonyított tény, hogy a Földön kívüliek képesek észlelni a gondolatainkat, így a kormány rendelete értelmében mindenki csak alufólia sapkában vagy negatív IQ-teszttel hagyhatja el otthonát. Az utcákon jelenleg katonák figyelzzák a rendet és a szabályok betartását. Stábunk a Nemzeti Ufológiai Központba látogatott. Valakik szerint nincsenek is földön kívüliek? Riporterünk Parazita a Nemzeti Ufológiai Központban dr. Bekre Pál ufológus szakértőt kérdezte a kialakult helyzetről és a védekezés lehetőségeiről. Az elméletek azt bizonyítják, hogy a földön a kívüliek látják a gondolatainkat. A tudomány mai állása szerint az egyetlen dolog, ami meggátolja ezt az alufólia, a sapka viselése. Ez persze elengedhetetlen a szakszerű felhelyezése, ami nem a bonyolult, de mindenképpen rendkívüli szakértelmet kíván. Megmutatnál kérem? Természetesen van. Először is megfogjuk az alufóliát, és határozott mozdulatokkal körbe tekerjük a fejünket, alaposan, fokozottan figyelj arra, hogy semmiképpen ne takarjuk le a szemeket, és az orra és a szája nyílásokat. Mindez persze nem elegendő a védekezéshez, ugyanis a köztudott, hogy a földön a kívüliek képesek bármilyen emberi alakot felvenni. Létezik azonban egy teszteljárás, amivel 100%-os hatékonysággal bebizonyítható bárkiről, hogy a földön a kívüli Ezt is megmutatom a. Miért kell ezt megkötözni? A földön a kívüliek rendkívül kiszámíthatatlanok és veszélyesek lehetnek ugyanis nem ismerjük a szándékaikat El kell, hogy mondjam, ez nagyon fontos, hogy az eljárás az csak is hitelesített teszteket használhatunk. Először is megfogjuk a tesztpálcát, és az idegen ornyilásába helyezzük a végét. Majd finom pödrő mozdulatokat végzünk. Nem kell mélyre dugni, ugyanis az idegenek agya rendkívül érzékeny. Az eljárás közben bármiféle reakciót tapasztalunk, akkor minden kétséget kiszáróan bebizonyítottuk hogy Például ilyet? Igen. És ilyenkor mi a teendő? Futunk! Most kaptuk a hírt, hogy dr. Bekre Pál tudományos szakértőnkről kiderült, hogy földön kívüli. Jelenleg szigorú őrizetben folyamatos megfigyelés alatt tartják. Veszélyes UFO tagadók vonultak utcára, akik elutasítják az alufólia sapka viselését és fedetlen fejjel tiltakoznak a vészhelyzeti rendelet ellen. A miniszterelnök kijelentette, a kormány mindent megtesz, hogy fenntartsa a rendet, és határozottan fel fogunk lépni azokkal szemben, akik felelőtlen viselkedésükkel veszélyeztetik mindannyiunk biztonságát. És végezetül egy örömhír. Kis cicák születtek a szomszédomban. Az újszülött csöpségek egészségesek, rengeteget alszanak, és persze rendszeresen szopnak. De hát a kismacskák híretesen felékig tejfel. Rendkívüli híreinket látták. Köszönöm a figyelmüket. Hamarosan újra friss hírekkel jelentkezünk. Addig is maradjanak velünk itt, az Igazság TV-n.